Na szevasztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a videóban folytatjuk tovább az Advanced SBC módszer sorozatunkat, ahol ugye különböző akuntokon megcsináljuk az Advanced SBC-ket és leformoljuk őket. A palkokat kinyitjuk, eladjuk, és ezt viszik a coint ugye a fő akuntra. Ezen az akunton már többször SBC-ztem, úgyhogy töröltem a klubot. Az elején kiválasztottam ugye a két rare mest és egy rare címert, azokat eldiscardoltam, lett 156 coinom, azt hiszem. Abba vettem egy ilyen ezüst játékost 150 coinért, majd ezekkel utána már ugye az első áthoztam egy kis adag lóvét, a többit pedig utána már könnyű volt megoldani, hiszen abból a lóvéból vettem még játékosokat, és összesen 20.000 coint hoztam át nagyjából. De nagyon jól dolgoztunk, mert 3.000 coin megmaradt, és kész az első 4 SBC. Ugye mindig ezzel a Hybrid Nation-nel kezdünk. Szerintem már ismeritek ezeket a squadokat. 3 ukrán, 3 spanyol, 3 osztrák, ugye ők a rare játékosok, meg ez az ukrán. Ide pedig betettem két random olyan játékost, akik már alapban a klubomban voltak. Nem kellett ezeket megvenni, szóval nagyon olcsó volt ez az SBC. De azért megmutatom az árakat, és megmutatom a játékosoknak a neveit is. A két írhelyet bármit ott berakhattak oda, csak egy nemzetiség legyen, és kijöjjön a chemistry. Jöhet a következő, The Six. Ez is a szokásos srácok. Itt az a Dán 3-as, a két török, két francia, akik alapban a klubomban voltak. És akkor ide meg olyan játékosokat tettem, akik szintén alapban a klubomban voltak, és hozzájuk vettem egy-egy párt. Úgymond ugyanabban a ligában, ugyanabban a nemzetiségből. Ez volt meg ez a kínai RB. És akkor vettem hozzá egy kínai RM-et. Látjátok, milyen olcsók most a játékosok. Itt meg ugye megvolt ez az elem, ez a Szaúd-Arábia, és akkor vettem hozzá egy LB-t, Szaúd-Arábiait. Ez a kettő meg ugye alapban megvolt a kezdőcsomagból, ez a két francia. Nézzük a harmadikat. Ez egy ilyen vegyes squad, ugye van angol kettes, meg ugye holland liga is. Nagyon olcsó volt. Most elég olcsó a piac, hiszen nincs semmi event, már vége a Future Stars-nak. Úgyhogy semmi speszkó kártyát nem lehet nyitni. A TOTV-n kívül. National Pride most olcsóbb volt a német változat, mint a spanyol. Ide se kell átalakító, nem kell loyalty. Majdnem mindenki discard árba jött, vagy minimál árba jött el, úgyhogy teljesen jó. És akkor kész is vagyunk az első 4 SBC-vel. Ugye kapjuk még az 55k-s pakkot. Be van glitchelve a játék, nem mutatta az SBC-nek a címerét, vagy a logóját. Úgyhogy maradt még 3000 coinunk, és most kinyitjuk ezt a 5 pakkot, csak először elnyomom azt a 3 játékost innen a transferről, mert ugye mindenkit fogok rögtön felküldeni a transferre, mert szerintem lófasz nem fog jönni ezekből a pakkokból. Tehát most, hogy semmilyen speciális kártyát nem lehet nyitni, nem várok gyakorlatilag semmilyen nagy nyitást ma. Tehát mindenkit el kell majd adnom, hogy a következő SBC-ket ugye ki tudjam pörgetni. Ez valami hulladék lesz, Martinez 78-as kam, megy is fel a transferre. Na, Premium Gold Players pack, ezt is bekeverem. Nézzük, hogy esik-e valami. Semmi. De van benne egy board, lássuk milyen. Kejta. Semmit nem ér, 1100 coin nagyjából. Aztán ki tudja, hiszen még azért TOTV SBC van most. Amiben ugye 83-as játékosok kellnek, mindenkit felküldök ebből a pakból.
Keverjük be a 45k-st is. Be a 45k-sból soha nem jön semmi, srácok. Ez nem lesz borcsa szerintem. De még egy bordot nyitunk, mondom, valami 83-as lesz. Ez egy Balotelli 83-as, jó. Ki vagyunk vele segítve, 45k-s pakban van egy ilyen 2000 coinsos játékos. Egy Danilo Pereira, Bakayoko később jó lesz SBC-be. Milyen pakkunk van még? Megapak, bekeverem azt is. Lássuk, szerintem ebbe bolt sem lesz. És egy walkout, na. Egy jó kis iszkó megérkezik. Király, jó kis pak volt. Hát ezt eladom, rögtön csináltam is a következő SBC-ket, srácok. Végre valami, végre egy walkout rögtön az első pakkokból. Na, ennek most nagyon örülök, mert nem kell annyit elrúgatnom ki a cuccokat. Ez elmegy majd nem is tudom mennyibe, 30 ezerbe. Szerintem el fog menni. És van még egy Dembélé is. Iszkó 50 ezer körül van, király. Dembélé 6 ezer. Hát ez teljesen jó pak volt, srácok. Ez most megmentette az akuntot, megmentette ezt a mai SBC-zést, úgy látom. Persze, ilyenkor kinyitjuk a Vinicius-t, amikor már semmit nem ér. Addig nem tudtuk volna kinyitni. Van még egy ankor is. Na hát, ez egy nagyszerű pak volt, úgyhogy szerintem a Rare meg a pakban már nem lesz semmi. Megpróbálom bekeverni ezt is. Lehet, hogy be se fog bordosodni ezután, ugye, hogy ez walkout volt. Nem, ez már nem walkout. Legalább egy board. Hát ez egy manu lesz. Na, 85-ös manu lesz, teljesen jó, srácok. Ez is el fog menni tizen nem tudom hány ezerbe. Egész jókat nyitottunk az első 5 pakból. Rég volt már ilyen, hogy ilyen jók jöttek az első 5 pakból. Van még egy Pereira, player pick. Na, innen kit válasszunk? Ugye Bakayokot föl tudnám használni SBC-be, de már fönn van egy cél transferen. Legyen egy ilyen Meyer. Manolas mennyibe megy, megnézzük. Király, 10 fölött megy, úgyhogy teljesen jó. Fel is küldök mindenkit. Na hát ez egy egész jó nyitások voltak. Én azt mondom. Na, mehet mindenki a klubba. Srácok, eladom azt a két nagyobb ratingű játékos, és csináljuk tovább az SBC-ket. Eladtam ugye 7 játékost. Iszkó 47 ezer, Manolas 12 ezer, meg ugye ezeket a 83-as játékosokat, akik most kicsit drágában mennek a TOTV upgrade SBC-k miatt, és lehet nem is tudom mennyi, valami 74 ezer, 75 ezer coinom. Úgyhogy simán kipörgettük, srácok, következő 8 SBC-t. És még van 30 ezer coinom, tehát itt azért 150 ezer coin akkor is lesz, hogyha nem fogunk már nyitni semmit, úgyhogy ez egy tök jó ak lesz szerintem. Nézzük meg az első SBC-t, itt van 3 osztrák. Ide betettem 4 nem eladható franciát, akik alapban a klubban voltak, ide 2 kínait. Ide meg ugye vettem egy ilyen törököt, egy rare játékos, és akkor vettem hozzá egy aranyjátékost, hogy fölvigye a ratinget, de megmutatom az árakat, meg a játékosokat. Ugye itt nincs is mindenki poszton, de ezek ilyen nem eladható játékosok voltak alapban a klubban, szóval azért raktam be őket ide. Ugye mind a kettő, vagy hát 2 francia 1-es, meg 2 francia 2-es volt. 7 suspect.
Ez egy argentin squad. Nagyon olcsó volt szerintem, 5000 alatt volt, pedig nem bidelgettem. Nem elhoztam őket. Fullárba. Prime 9 a következő. Ez egy brazil squad. Ez volt most a legolcsóbb. Ráadásul meg is volt egy játékosom hozzá. És akkor az utolsó, a squad goals, ugye itt egy játékossal le kellett játszanom a 10 meccset, de volt két játékosom pakból, azokat beraktam. Azt a lekomtét raktam be egy másik squadba, és vele játszottam le. Mindig ezt a francia squadot csinálom. Jön a megapak, és akkor kész vagyunk az első 4 SBC-vel. És kapunk még egy rare megapakot is. És akkor most jön a League and Nation Hybrid, hiszen most egyszerre csináltam meg mind a 8 SBC-t, nem külön-külön, de Puzzler. Ez egy ilyen hybrid squad, szerintem már csináltunk ilyet. Elég olcsó volt. Pedig itt sem nagyon vadászgattam már, hogy nem bidelgettem, csak elhoztam azonnali vételbe. Intermediate a következő. Ez is egy ilyen hybrid squad. Talán ilyet még nem csináltunk, de nagyon olcsó volt. Voltak itt azonnali árba el lehetett hozni 350-be. Jön egy kis coin is a pak mellé. Ugye ennél már le kellett játszani a 10 meccset még hozzá, azt hiszem 9 játékossal. Igen. Ugye ezzel a squaddal lejátszottam, és akkor ide raktam be egyébként azt a francia kapust, hogy annak is meg legyen a lojalitie. Most nagyon olcsó volt. Hasonlót már csináltunk. És akkor a Hybrid Master most egy kicsit drágább volt, mint szokott lenni, hiszen van ez a TOTV upgrade, amiben 83-as, meg néhány 82-es játékos kell. Egy olyan squad, hogy nincs benne 83-as játékos, de azért tényleg most azért jóval drágább. Ez egy 2000 coinnal biztos drágább most ez a Hybrid Master SBC, mint ami szokott lenni. Ugye mind a 11 játékossal le kellett játszani a 10 meccset, illetve hát ki kellett lépnem a 10 meccsből. És akkor elkészültünk a League and Nation Hybriddel is, 12.000 coin, meg ugye a szokásos mez. Úgyhogy van most 42.500 coinunk, és ugye még rengeteg játékos fent a transferen, 45, cuccok a klubba, és van 9 pakkunk, úgyhogy szerintem nem lesz olyan rossz akunt, bár nem akarom elkiabálni, de ha nem nyitunk semmit, akkor sem lesz olyan rossz akunt szerintem. Mindenesetre itt van most az a 9 pak, én pedig átadom a kontrollert Magyarország egyik legjobb fifásának, Alexnek, és majd ő kibontja a pakkokat. Na srácok, akkor ugye ez Zakunt, ahol most van egy iszkó, ami már nincs meg, de nézd, csipj egy iszkót. Meglátjuk, hogy nekem sikerül-e egy ahhoz hasonló játékosítani, vagy nem. Szokásos első kettő pak, ugye, amivel ilyen olcsók, mert
Anima menne értelmes játékosra lehetőség. Tiesa és skippelem. Jó, nem skippeltem el. Ez bizony egy William Hosszé. William Hosszé. 83-as, 15k-s pakból. Berisha, Alar. 1000 coin. Ez mindig jól jön. CF kamazott 1000 vagy 4000 mondjuk, hát nem tudom. Na nézzünk akkor egy... Hát egy 25k-s pakkot. Add be, add be, add be! Há? Akkor egy szar, bord legalább. Vead még egy izét, na. Na. Oh, azt nem mondta, hogy Luis Gustavo fogja. Nem is reménykedtem Fabinho-ba. 83-as. Van Rudi. Hát akkor nézzünk egy Real Gold pakkot. Add be. Add a skip lesz. A skip. Nagyon szar. Egy nagyon fos. Menjél Vardy megint beficcen. Na, hát akkor nézzük akkor a két meg a pakkot. Ezt mindenket úgy bekeverem, hogy ez olyan bord lesz be. Nekem ebből jött az iszkó, meg a pakkból. Egyikből? Jó van. Úgy beficcen. Ebben egyik van lesz férni. Majdnem. Egy izé, nem volt kell utolsikon. Mekkora egy szerezze meg a pak nekem mostában? Ez Toprak. Wow, 82-es, többi meg ilyen rotty 86. Shadow. 5000 majdnem. Akkor is tesz meg a pakból, hát halljon már meg. Gyere meg a pak. Hopp, hoppá, hoppá, informa, gyerünk, áh, nem, sima. Gyerünk, Mbappé-t, nem, Matuidi, nem, Kanté, ez az. Eljött a pókember. Pókember zenéje. Na, egy fotó róla, ezt elküldjük a embereknek. Picit hallgatom a zenéjét, aztán megyünk tovább. Végre. Na nézzük! Hoppá! Először a Alexandrot nézem meg, mennyibe kerül. Ó, ott az 50 ezer. Kicsi Kanté. 250, 260 ezer coinba megy. Na srácok, ez fasza, ez fasza. Hát ez fasza pak volt. Ez most kifejezetten jó pak volt. Végre. Mostában nem olyan adta nekem. Ez egy jó pak volt. Hát akkor a többi három pakban nem lesz semmi. Nagyobb értékelhető játékos. Úgyhogy ebbe be kell törni, főleg ebbe a három közébe nem lesz semmi. Ez fix. Mondom. Nem igaz, hogy bedob a 6 ritkát, ugye abból meg egy se izé. 8 ára, megint ez a szarházi pöcs.
Farmán felmert, igen, azt néztem én is, felküldöm azt is. Na, megapak vagy re... Kezdjünk most a 50k-s pak... Mindenket tudja. Kezdjünk a kevesebb ját... kevesebb cuccos pakra. Igazából... Á... Ez bizony egy Strootman, nagyon fos a 50k-s pak, akkor ez így. Ugye 80-hanyas benne lenne, akkor így 83-as játékos ennél benne. Ezek mennek föl. És utolsó pak. Lehetném előtt srácok ennek a Kanténak. Hát szarok rá, hogyha ebből nem fog jönni board. Örülnék neki nagyon. Nem is tudom, minek keverem. Ja, mondjuk, de bekeverem. Nem lesz benne semmi srácok, tehát nem lesz Fallout, meg ilyesmi. Mondom, nem. Az szállnámas amúgy board, tehát egy board, nem az, hogy walkout, meg nyiratyi info, hanem egy board nincs be. Milyen fasz ez? 81-es a 55 ezres pakban lenni a játékos. De ebben mi 55k van meg? Ez mennyi ez a pak? 20k? Hát nem. Jó, nem 20k, de... nincs ez a fele. Menjen fel ez a Lokomotív Moszkva címer. Jó van, felmegy. Na, hát ezen az akunton, akkor mind a ketten jót nyitottunk. Mind a ketten 89-es walkoutot. Úgyhogy itt jó sok haszon lesz, ez fix. Több milliárd. Nem akarom mondani. De most viszettem. Na nézzük, Csipi, hány százezet tud összehozni ebből. Ez egy nagyon jó akunt volt, srácok, hiszen feltettem az első 100 cuccot, és már 405 ezer coinnál tartunk. Ugye Alex itt nyitotta ezt a Kantét, meg ezt az Alexandrot egyetlen egy pakból, szóval ez a kettő nagyon megdobta, ugye ez majdnem, hát nem 50 ezer, de inkább 40 ezerért elment, ez meg ugye, mégis a kettő együtt nagyjából pont 300 ezer volt, tehát ez a lényeg, és azon kívül is most már van 105 ezer coinunk, és még rengeteg cucc van fönt egyébként a klubban, meg játékos. Úgyhogy most meg is mutatom, hogy mennyibe ment el az első adag. Aztán majd rakom fel a többit, mert mondom, itt még vagy 50. Hát nem, mondjuk egy 30 játékos van, meg egy rengeteg cucc. Itt az elején is nagyon kellett sok játékost eladni, ugye az első 5 pakból, és aztán nyitottam valamiket, és abban kiraktam ugye a 8 SBC-t utána már. Úgyhogy ez tényleg ez most egy nagyon jól sikerült akunt. Alex rendesen belenyitott. Hál' Isten. Nem mondom, hogy lesz Familio Coin itt, de 450 ezernél biztos, hogy több lesz. Ami pedig full jó. Na. Hát ezeket valószínűleg akkor majd később még fölteszem olcsóbban, mert ezek nem nagyon akarnak elmenni ezen az áron. De közben hát teszem hozzá a következő adagot. A következő 100 cuccból 84 már elment, srácok, és már 480 ezer coinnál tartunk, úgyhogy ez nagyon jó ez az akunt. Nem tudom, hogy mi, mennyibe ment el. Gyorsan csak így végig rohanunk rajta. Már azok a pozíció módosítók, ugye 5000-be elment darabja, nagyon jó, kettő is volt belőle. Sajnos a fitnessek nem mentek vissza 1400 coinra, tehát ilyen 950-be. Ugye a market crash miatt ilyen 950-be kell őket most eladni, annyiba viszont elviszik rögtön őket. Volt még egy Shadow 5000, egy Anchor, ugye is nyomom. Ezek még itt fönnmaradnak, és akkor rakom hozzá a cuccoknak az utolsó adagját, srácok, és akkor majd jövünk vissza a videó legvégével. Az utolsó 95 cuccból már csak 33 ment el, de hát majdnem 490 ezer coinunk van, úgyhogy gyorsan nézzük meg, hogy mik mentek el. Na
Hát akkor valószínűleg a fitnesseket újra föltesszük, hogyha ma még maradt. Ó, még van játékos is. Ezt most gyorsan feldobom, csak nem tudom mennyibe kéne feldobni, srácok, hogy rögtön elvigyék. Na hát, ezeket kilövöm, ezeket meg el fogom diszkárdolni, srácok, de meg lesz vágva a videó. Na hát eldiszkárdoltam minden olyan tucat, ami szerintem nem fog elmenni. Ezek a sima rare, vagy non-rare szerződések sem szoktak elmenni, egyáltalán nem viszi el őket senki, és lett 400... 90 ezer coinunk. Igazából tényleg nagyon jókat nyitott Alex, az a Alexandro, meg az a Kanté, ez nagyon megdobta az akuntot. Ha nem lenne most Market Crash és Kanté egy tízessel többbe ment volna el, akkor félmillió haszon lenne itt, vagy hát félmillió coin lenne itt. Ezeket még vissza fogom dobni még egyszer. Közben elment ez a játékos is. És akkor ennyi lett volna, srácok, ez a videó, ez a része ennek az Advanced akuntozós módszeres sorozatnak. Kante nagyon jól jött, Alexandro is nagyon jól jött, ugye 300 ezerbe ment el a kettő, de még azon felül is szerintem lett volna majdnem 200 ezer coinunk, tehát hogyha az a két játékos nem jön, szóval ez egy jó akunt lett volna mindenképpen, köszönhetően Alex jó nyitásainak, és tényleg csak a market crash miatt nem lett meg a félmillió. Na, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, meg hogyha tetszik ez a sorozat, ez az Advanced akunt módszeres sorozat, akkor is dobjatok rá egy lájkot, és majd folytatjuk tovább. Csipi voltam, szevasztok!